Jó napot! Szia, Szabina! Köszönj! Ja, csókolom! Dorkám, pont jókor jöttök, most érkezett friss péksüti. Egy túrós táskát csomagoltok a Tibikének? Na jó, azt a túrós táskát nem hagyhatjuk itt, de ezen kívül csak egy öblítőért, meg egy mézért ugrottunk be gyorsan. Egyik lábunk itt, másik ott, igaz kisfiam? Dorcikám, káprázik a szemem, vagy ez tényleg a Tibike? Ha mindjárt lespárgázok, nézed, ma mekkorát nőtt. De hát Ilonka néni, tegnap is itt voltunk. Vagy tegnap előtt? Úgy összefolynak a napok ebben a rohanó világunkban. Már azt sem tudom, fiú vagyok-e, vagy lány. De ne hallgassatok rá, nem emlékszik ez már semmire. Itt támasztja a kávéautomatát egész nap, vagy a bejáratnál szotyizik a haverjaival. Drága Szabinka, hát tudod, hogy van. Le vagyunk mi 100%-úva, mármint a Zilonka meg én. A Dezsőt azt nem tudom, azt sose mondja meg. A Dezső nem ér rá beszélgetni, ugyanis ő a raktáramban pakol, fricikém. Azért kapja a fizetését. Jó, hát váljék egészségére. Ettől én még költhetem itt a rokkant nyugdíjamat, nincs igazam? Most, Serin, neked mindig igazad van. Különben is, mióta 18 éve bezárt a kaszinó. Hol éljünk másod szociális életet, Szabinka drága? Szabina néni? Ez a virágméz, az tényleg virágból van? Hát, az van ráírva. De melyikből? Hű, Tibi, hát az csak az egyszeri méhecske tudja neked megmondani, aki összeválogatta. És az jobb, mint a hásméz, meg az akácméz, vagy ezek az izék? Tibi, gyerők! Amióta az eszemet tudom ebbe a bótba, csak maci méz volt, és az is marad, míg a világ és két nap. Mindörökkörökké. Amen. És a méhek mi szerint válogatják? A méhek abból gyűjtenek, amit találnak. De akkor ezek a méhek miért nem eszik meg, amit gyűjtöttek? Jókat kérdezel, Tibikém. Na figyelj az öreg Bölény nénire, mindjárt elmagyarázza.